Sziasztok! Hétvégi rövid látogatás bíróéknál van-e szükségük valamilyen segítségre, és nem betegek-e a lányok? Marika néni több mint 10 éve patronálja a szorgalmatosi 3 gyerekes családot. Ha szükséges, segít a ház körül férjével. Vigyáznak a 12 éves és 8 éves autista kislányokra, rendszeresen orvoshoz viszik őket. Nincs nekik közel semmiféle rokonság, nincs anyuka, nincs anyós, és ilyenkor elég nehezen kérik meg a segítséget, mert nagyon nehezükre esik, de szeretném, ha többet kérnének, tehát többen kérnének, mert ez egy nagyon nagy dolog. Nagyon nagy dolog, hogy elmehetünk és segíthetünk, mert nyugdíjasok vagyunk, és erre ráérünk, hogy segítsünk másokat. Én nagyon örülök, hogy ebben már 10 éve benne vagyok. Hajnit és Dórit édesanyja egyedül neveli 17 éves fiú testvérük is velük lakik. A család hátrányos szociális helyzetben él, szűkös anyagi körülmények között. Ők nem segítők, hanem egy nagypapa és egy nagymama lettek. Ezáltal, hogy segítenek, mert már olyan szinten vannak velünk, hogy tudják a lányok minden napjait, és hogyha valakire kell hagynom, mert a lányok bizonyos embereket igényelnek, csak nem fogadnak el, ezáltal csak nekik tudok szólni. Bármilyen napi tevékenységben, házi munkában, gyerekfelügyeletben, ügyintézésben segítenek. Az Otthon Segítünk Alapítvány önkéntesei. Az ország 16 településén van a szervezetnek kapcsolattartója, akik odairányítják a segítőket, ahol szükséges. 2015-ben rendszeresen 170 önkéntesünk járt ki családhoz. Ezen kívül egyébként még különböző programokat is szerveznek egy-egy településen, ahová be tudnak menni a kisgyerekes családok. 2015-ben 300 családnak segítettünk, tehát ez egy folyamatos segítséget jelent, és ez a 300 család, ez 440 gyereket jelentett, tehát ennyi gyerek volt ebben a 300 családban. A szervezet bővülni szeretne a jövőben, Győrben, Szegeden, Debrecenben és Nyíregyházán is helyi szolgálatokat, kontaktirodákat hoznak létre.